Gazdátlannak érzik a fővárost a budapestiek, a városban közlekedési káosz uralkodik. A főpolgármester azonban az országos választási kampányjal van elfoglalva. A 21. század intézet elemzéséből az is kiderül, hogy Karácsony Gergely támogatottsága folyamatosan csökken, amit kétségbeesve igyekszik megállítani, azonban próbálkozásai rendre balul el. Deák Dániel vezető elemző a következő vendégünk a témában. Így van az elemzés készítője, jó reggelt! Jó reggelt, Az elemzésben azt meg, hogy Karácsony teflon politikus volt. Ez mit jelent pontosan, és miért csak volt? Ezt az imást építették neki hosszú ideig, ez azt jelenti, hogy lepattanak róla a botrányok, nem hatnak rá a különféle ügyek, nem volt érzékelhető támogatottság és az ő számaiban hosszú ideig, azért már egy ilyen teflon politikus imást vet fel. Azonban az elmúlt hónapokban az látható, hogy ennek vége van, tehát most már egyáltalán nem teflon politikus Karácsony Gergely, rengeteg mérés jött ki az elmúlt időszakban, látszik, hogy már Dobrev Kláránál vagy Jakab Péternél is alacsonyabban van az ő népszerűségi mutatója, és szemmel érzékelhetően kezd ezt fel is ismerték, tehát a kampánycsapata az kétségbe esett, és csak ezen a héten Karácsony Gergelynek a Facebook oldalára nagyjából 30 millió forintot költöttek, indult egy óriás plakátkampány, kampány, egy telefonos kampány, jó magam is kaptam egy hívás Karácsony Gergelytől, ahol kellemetlen, kellemetlen nevezte azt a hatalmas nagy dugót, ami Budapesten most már hónapok óta tapasztalható. Tehát látható, hogy próbálják most valamelyes visszatornászni Karácsony Gergelynek a támogatottságát, népszerűségét, mert nagyon lekerült a padlóra az elmúlt hónapokban. Én ugye nem Budapesten élek, de az összes budapesti ismerősöm arról számol be, hogy a közlekedés az gyakorlatilag tarthatatlan a fővárosban. Gyakorlatilag hétköznap, bármely napszakban óriási dugók vannak Budapesten. Hogyan alakult ki ez a helyzet, és mit lehet elmondani a főpolgármester ezzel kapcsolatos kommunikációjáról? Igen, előbb mondtam a telefonhívást, ott átmeneti kellemetlenségnek nevezi Karácsony Gergely ezeket a közlekedési dugókat, miközben ez itt már hosszú hónapok, sőt most már egy év óta tart ez a áldatan állapot a főváros utcáin, ez nem közlekedési káosz, ez már közlekedési válság. Tehát nem arról van szó, hogy autóval nem lehet közlekedni a fővárosban, hanem a BKV járatokkal sem lehet megfelelően közlekedni, azok is elakadnak a közlekedési dugókban, nem érnek oda időben, tehát sokkal rosszabb minőségű lett Budapesten a közlekedés. És a Karácsony Gergely ugye arra hivatkozik, hogy nem tudta más, hogy ezeket a lezárásokat megoldani, azonban látszik, hogy ez egy kicsit áll tehát nem a valóságot fedi, hiszen azt látjuk, hogy le van a lehetőség arra, hogy ezeket a különféle lezárásokat jobban összehangolja ebben az időszakban. Ugye láncszíd, Blahalúzatér, Alsórakpart, hogyha például nem késlelteti vagy nem csúsztatja ezeket a beruházásokat a koronavírus járvány időszakában, akkor már a taros István által előkészítette beruházásokat réges-régen meg lehetett volna kezdeni, és időben mondjuk össze lehetett volna hangolni, össze lehetett volna csúsztatni a különféle időpontokban így azonban egyszerre vannak ezek a beruházások, és egyszerre kell nagyon sok fontos, forgalmas csomópontot lezárni a fővárosban. Ugye Karácsony Gergely amellett, hogy Budapest főpolgármestere indul a miniszterelnök jelölti előválasztással, amit ugye a baloldal hirdetett meg. Visszaüthet ez a budapesti helyzet erre az előválasztási kampányra. Ugye egyszerre kezdődött el az iskola, lett még nagyobb a közlekedési káosz, és ugye most zajlik az aláírásgyűjtés is szeptember hatig gyűjthetik a jelöltek, az előválasztási jelöltek ezeket a, ezeket a szignókat az állampolgároktól. Utána ugye beindul majd a kampány, ha kiderül, hogy ki az, akit nyomántatásba vettek, meg lesz majd a választás, első forduló, második forduló. Visszahathat az ő miniszterelnök jelölt, jelölti kampányára a budapesti helyzet? hogy jelen pillanatban rosszul áll egyébként a támogatottsági mutatókat tekintve Karácsony Gergely. Két fontos dolog áll, az egyik az az, hogy nagyon rossz volt a kampánya. Tehát már az indulásnál egy nagyon komoly hazusságba sodródott bele, egy hazugság spirálban volt, és most is abban van Karácsony Gergely a nyelvtudása, iskolai végzettsége kapcsán lehetne még sorolni ezeket a történeteket az elmúlt hónapokból. És a másik fontos szempont az pedig a budapesti helyzet, tehát az is rányomta a bélyegét egyértelműen az ő megítélésére, amit mi sem mutat jobban, hogy már Budapesten is például Dobrev Klára népszerűbbnek számít, mint Karácsony Gergely. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna, hiszen mindenki arra számított a balliberális oldalon, hogy Karácsony Gergely például Budapestet könnyen fogja hozni. Most egyáltalán nincsen erről szó. Kétségbe esetten látszik, hogy próbálja elterelni a figyelmet a budapesti helyzetről. Nem véletlenül volt például szeptember 1 egy rendkívüli közgyűlés, miközben szeptember közepén kellett volna normál rendben tartani egy ilyen típusú fővárosi közgyűlést. Azért tartott a szeptember 1 mert jött ugye az iskola kezdés, megindult a forgalom a fővárosban, hatalmas dugók voltak, és hát ezzel a rendkívüli közgyűléssel igyekezett elterelni a figyelmet a saját témá, témáival a politikai napirenden Karácsony Gergely. Ez nem nagyon sikerült neki, mert ugye az atlétikai VB lett volna egy olyan téma neki, hogy annak a megvétózása lett van egy olyan téma, amivel, amivel próbált tematizálni, próbált a közbeszédben a tematizációs képességét visszavenni, de az is ugye balul el, mert nem tud vétózni, ugye nincsen jogosultsága a fővárosnak arra, hogy megakadályozza az atlétikai VB-t, és a másik fontos szempont pedig, hogy még a saját ígéretés sem tartotta be ezzel kapcsolatosan, mert azt mondta, hogy a fővárosi közülés vissza fogja majd vonni a hozzájárulását, ez nem történt meg, csupán egy szándékjelzést, vagy nyilatkozatot fogadtak el a közgyűlésben. Hasonló volt ez a hozzalépés, ez amikor bejelentette, hogy nem tesz esküt az alaptörvényre? Ugyanezt láttuk ott is, ígért valamit, mondott valamit, majd pár órával később kiderült, hogy hát ez nem úgy van, ahogy állította. Ugye az atlétikai vb nél azt mondta, hogy itt az ideje a cselekvésnek, a tettek mezére kell lépni, majd elmaradt a cselekvés, nem lépett a tettek mezére, nem történt meg a vétó az alaptörvényre való, hogy történő eskütételnél pedig azt mondta, hogy nem fog esküdteni az alaptörvényre, mert nem tartja azt legitimnek, és pár órára rá elterjedtek az interneten, hát a felvételek, rengeteg felvétel jelent meg az interneten arról, hogy főpolgármesterként, vagy parlamenti képviselőként is esküdtett az alaptörvényre, tehát próbál egyfajta radikálisabb, egyfajta erőteljesebb kommunikációt folytatni, próbál olyan szólamok ritmusokat megütni, mint amit mondjuk Jakab Pétertől vagy Dobrev Klárától is láthattunk az elmúlt hónapokban, de ez valahogy nem áll neki jól, és nem jön azonos szerep, és nagyon sok bakit is elkövete miatt. Ha már azt nézzük, hogy mondjuk Dobrev Klára és Jakab Péterhez képest Karácsony Gergely milyen, akkor azt is észrevehetjük, hogy Dobrev Klára és Jakab Péter sokkal személyesebb kapcsolatot tart fenn az emberekkel. Tehát mind a ketten például járják az országot Karácsony Gergelyről, ezt nem igen lehet látni. Nagy különbség ez is, hogy ő kizárólag a közösségi médiákra építi a kampányt, ajánlat azon belül is a Facebookra, tehát az elmúlt közelmosan két évben kizárólag a Facebookon kommunikálta választókkal, egy-két országjárása volt, de azok inkább visszafogott sikert arattak, a televízió műsorba csak a nagyon baráti sajtótermékekben fogad el egy-két meghívást, kritikus újságíróknak nem válaszol, ugye Talós István tartott korábban Budapest Info nevű sajtótájékoztatót, ahol hosszú órákon keresztül választott. Válaszolt egyébként minden újságírói kérdésre. Karácsony Gergely ezt azonnal megszüntette, ilyen típusú sajtótájékoztatókat már nem tart. Kizárólag a Facebookra összpontosít, de ez kevés. Hát fontos a Facebook, fontos a közösségi médiában az, hogy jelen legyen egy politikus és ott erőteljes kommunikációt folytasson, de az nem minden a választóprogramnak a túlnyomó többségét még mindig a hagyományos kampánytechnikákkal lehet megszólítani. Dák Dánielnek köszönjük szépen. Köszönöm én is.